Ennek az előadásnak a megszületése az meglehetősen régre nyúlik vissza. Mindig is szerettem volna ezt az előadást megtartani a Műszaki Egyetemen mérnöki informatikus hallgatóknak, akiket elsősorban a programozás érdekel, semmint a fizika, és szerettem volna nekik érdekessé tenni a termodinamikának ezt a részét. Aztán különböző okokból ez az előadás sosem valósult meg. Utána jött az ötlet, hogy esetleg a középiskolai matematikai lapokban lehetne ebből egy cikket írni, de ahogy elkezdtem írni, egyre növekedett az anyag mennyisége, úgyhogy abból sem lett semmi. Aztán amikor Józsi megkeresett ezzel a felkéréssel, megtisztelő felkéréssel, hogy itt az Atomoktól a Csillagokig előadás sorozat keretén belül tartsak egy előadást, akkor sokáig gondolkodtam, hogy miről is beszéljek, és végül erre esett a választásom. Az eredeti cím valami olyasmi lett volna, hogy kóstoló a statisztikus fizikából. Aztán ezt nagyon gyorsan elvetettem, mert ez nem hogy bevonzaná a hallgatóságot, hanem inkább elriasztaná. De itt, mivel most már be vagyunk zárva ebbe a terembe, most már elárulhatom, hogy gyakorlatilag erről lesz majd szó. Természetesen a rendről és a rendezetlenségről is. Olyan dolgokat szeretnék érinteni, amelyekről középiskolában, hogyha esik is szó, azt nagyon érintőlegesen, és ez a terület viszont rendkívül érdekes. Úgyhogy ezt szeretném bemutatni. Remélem, hogy majd mindenki úgy távozik innen, hogy több kérdés lesz a fejében, mint amennyivel idejött. Ennek az előadásnak ez a célja. Én nem szeretném a hallgatóságot az entrópia fogalmának mélységébe beavatni, inkább csak föl fogok villantani bizonyos jelenségeket, és azok közötti összefüggéseket fogok sejtetni, és majd meglátjuk, hogy a végén ebből kisül-e valami jó vagy nem. Hát ugye, hogyha az előadás címére visszakanyarodok, rend és rendezetlenség, vagy ahogy köznapi értelemben inkább használjuk, rendetlenség, ezt a mindennapi életben is használjuk, főleg a gimnazisták valószínűleg gyakran hallják szüleiktől, hogy mekkora rendetlenség van a szobájukban. Hát, hogyha viszont el kellene magyarázni, hogy mit is értünk rendetlenség alatt, akkor el lehet gondolkozni 5-10 percet rajta. A képen látható egy könyvespolc, amin nincsenek könyvek, hanem előtte össze vannak szórva egy halomba a könyvek. Ha erre ránézünk, egyből tudjuk, hogy itt rendetlenség van, itt bizony rendet lehet tenni. De mit is értünk ez alatt, hogy rendetlenség van? Hát először gondolkodjunk azon, hogy mit értünk rend alatt. Mi történne akkor a könyvekkel, hogyha rendet tennénk ebben a szobában? Ugye a rend az mindig azt jelenti, hogy egy bizonyos szabály szerint összerendezzük ezeket a könyveket, és ez az összerendezés, ez túl sokféle módon nem lehetséges, hát főleg akkor, hogyha ezek a szabályok, ezek szigorúak, például ABC rendben szeretném föltenni a könyveket, a bal felső sarokból indulva, akkor ez egyértelműen meg fog határozni egy rendet. Ezzel szemben a rendetlenség vagy rendezetlenség az azt jelenti, hogy a könyvek teljesen szabálytalanul, akár hogyan is elhelyezkedhetnek a könyvespolc alatt vagy előtt, azaz nagyon sok különböző képpen megvalósulhat a rendezetlenség, vagy a rendetlenség, míg a rend az kevésféleképpen. És a fizikában is valami ilyesmit értünk rend és rendezetlenség alatt. Ezt szeretném egy olyan példával szemléltetni, amely példa a Brown mozgás vizsgálatával kezdődik. A Brown mozgásról valószínűleg mindenki hallott a természettudományos tanulmányai során. Felfedezése Robert Brown skót botanikus nevéhez fűződik, aki 1827-ben arra lett figyelmes, hogy a kis mennyiségű vízbe, egy mikroszkóp tárgylemezén lévő vízcseppbe pollenszemcsét szór, akkor az a pollenszemcse a mikroszkóp alatt hát mozogni látszik, egy szűnni nem akaró véletlenszerű bolyongó mozgást végez. Ugye botanikus lévén, aki az élettel foglalkozik, az első gondolata az volt, hogy ez biztos a virágpor szemcsében lévő élettel magyarázható, de hát igazi természettudósként további vizsgálatokat folytatott, és ezt szervetlen anyagokkal is megtapasztalta ugyanezt a jelenséget, úgyhogy rögtön ezt az első gondolatát elvetette. Vajon,
hogyan lehet leírni egy ilyen pollenszemcsének a mozgását? Most nem feltétlenül pollenszemcsére kell gondolni, valamilyen kis, 10 mm-nél kisebb, úgynevezett kolloid méretű részecskére, ami a vízben ide-oda véletlenszerűen mozog. Hát ugye első gondolatunk, hogyha a mozgást kell leírni, akkor a Newton törvényekhez kell folyamodnunk, azonban itt látszólag semmilyen erő nem hat erre a részecskére, azt meg végképp nem értjük, hogy miért változtat ilyen véletlenszerűen és gyakran irányt a mozgása. Tehát az a leírás, az a mechanikai leírás, amely kiválóan működött a 19. század elejéig, amelynek segítségével a bolygók mozgását le lehetett írni, épp úgy, mint a közvetlen környezetünkben lévő testeknek a mozgását. Ez a determinisztikus egyenletekből, kezdeti feltételekből jóslás, hogy megmondjuk, hogy hol fog a részecske adott időelteltével lenni, ez itt csődöt mond, tehát a determinisztikus leírás az itt nem működik. Hát akkor hogyan lehet egy ilyen részecskének a mozgását leírni? Valószínűségi alapon megmondjuk, hogy bizonyos idő elteltével hol várható nagy eséllyel a részecskének a megjelenése. Ez az úgynevezett sztohasztikus leírás, vagy statisztikus leírás. Hogyha megnézzük ezt a Brown részecskét, akkor még egy dolgot megfigyelhetünk, mégpedig azt, hogy mivel a mozgása véletlenszerű, ezért, hogyha filmre vennénk a mikroszkopban látott képet, és azt visszafelé lejátszanánk, akkor nem tudnánk megmondani azt, hogy a filmet azt előrefelé vagy visszafelé játsszák, hogyha nem látjuk azokat a részleteket, hogy a környezetben lévő molekulák hogyan mozognak. Tehát ilyen értelemben ez egy megfordítható, reverzibilis mozgás. A mozgás leírása tehát statisztikusan tehető meg, ez a statisztikus fizika eszköztárával lehetséges. Egy fekete humorral kezdeném, elnézést ezért. Ez egy mém, ami az interneten terjed, de úgy éreztem, hogy nagyon idevág. Goodsteinnek a States of Matter, az anyag állapotai könyvében olvasható ez a következő idézet. Rögtön az 1.1-es fejezetben, tehát a bevezetőben, szabad fordításban a következőt jelenti. Ludwig Boltzmann, aki az életének nagy részét a statisztikus mechanika tanulmányozásával töltötte, 1906-ban a saját kezével vetett véget életének. Paul Ehrenfest a munkát folytatva hasonlóan hunyt el 1933-ban. Most rajtunk a sor, hogy statisztikus mechanikát tanulmányozzunk. Talán bölcs dolog lenne óvatosan megközelíteni ezt a tárgyat. Ezzel nem elrettenteni szeretnék senkit, de azt meg kell mondanom, hogy nem biztos, hogy mindent tudok úgy elmagyarázni, középiskolások számára érthető szinten, és egy órába belezsúfolva, hogy az teljesen érthető legyen. Ennek ellenére egy nagy képet szeretnék adni arról, hogy nagyjából hogy is működik a statisztikus fizika. Ugye itt a Brown részecske mozgásánál azt mondtam, hogy a Brown részecskének a sebességének az iránya az véletlenszerűen változik, nem emlékszik a múltjára, hogy hogyan viselkedett korábban, egy adott időpillanatban véletlenszerű a sebessége ennek a részecskének, és az, hogy mikor változik meg a sebesség, az is egy valószínűségi változó. Hát mielőtt ezt a bonyolultabb jelenséget megvizsgáljuk, tekintsünk egy jóval egyszerűbb problémát, egy véletlen bolyongást a számegyenesen. Képzeljünk el egy részecskét, amely az origóból indul, és amely részecske egész lépésekben véletlenszerű irányváltások segítségével halad valahogy a számegyenesen. Tegyük fel például azt, hogy ez a részecske éppen a 3-as számon áll. A következő lépésben ez a részecske 50% eséllyel ugrik a 4-es számra, és 50% eséllyel ugrik a 2-es számra. Mindenképpen lép valamerre, tehát a 3-as számon nem maradhat, és legfeljebb egy hosszúságú lépésre képes. Ugye mivel ez egy valószínűségi változó, hogy éppen milyen irányba fog egy lépést megtenni, ezért nem determinisztikusan fogjuk a kérdést megfogni,
hanem statisztikusan. Azt kérdezzük meg, hogy várhatóan milyen távol lesz az origótól ez a részecske M lépés megtétele után. Hát a megoldás az azok számára közismert, akik ezt a tárgyat tanulták az egyetemen, de itt bizonyára sokan nem ismerik a fiatalabb hallgatóság közül, úgyhogy nézzük meg, hogy hogyan is lehet itt gondolkodni. Tegyük fel, hogy M lépés után ennek a kis részecskének a koordinátája az XM, ahol az X az egy természetesen egy egész szám. És vizsgáljuk meg, hogy a következő lépés után mekkora lesz ennek a koordinátának az értéke. Hát az XM plusz 1-et, tehát az M plusz 1-edik lépés utáni koordinátát úgy számíthatjuk ki, hogy az XM-hez hozzáadunk vagy kivonunk egyet, tehát XM plusz minusz 1. Ezzel nem jutottunk sokkal előrébb, de vegyük mindkét oldal négyzetét, hangzik az ötlet, és ezek után pedig átlagoljunk. Most itt mit értünk átlagolás alatt? Átlagolás alatt azt értjük, hogy ezt a részecskét az origóból elindítjuk egyszer, kétszer, százszor, ezerszer, n-szer, ahol egy n egy nagyon nagy szám, és megnézzük, hogy ilyen sok kísérlet után, hogyha átlagoljuk ezeknek a részecskéknek a viselkedését, akkor mit fogunk kapni. A négyzetre emelés után azt kapjuk, hogy az xm plusz 1-nek a négyzete, az xm plusz minusz 1 a négyzeten, ugye fölbontjuk a zárójelet, három tagunk lesz, a vegyes szorzatban megjelenik ez a plusz minusz előjel, plusz minusz 2xm, egyébként pedig az xm-nek a négyzete, tehát az m-edik lépés utáni koordinátának a négyzete, és egy plusz 1-es szám. Az átlagolást azt ilyen összeg esetén elvégezhetjük tagonként, tehát vesszük az xm négyzetet, annak az átlagát, ez a plusz-minusz 2xm-nek az átlaga, mivel ugyanakkor eséllyel jelenik meg a pozitív és a negatív előjel, ezért ennek nulla lesz, és az 1-nek az átlaga az természetesen 1. Hogyha ránézzünk erre az egyenletre, és leírjuk még egyszer, akkor azt látjuk, hogy az xm plusz 1 négyzetének várható értéke az nem más, mint az xm négyzetének várható értéke plusz 1. Azaz minden egyes lépés után az xm négyzet várható értéke, ami micsoda, az az origótól mért távolság négyzete, az 1-gyel növekszik. Mivel a részecske az origóból indult, és az xm négyzet várható értéke mindig 1-gyel növekszik, ezért m lépés után az értéke ennek az xm négyzetnek az éppen m lesz. Azt kaptuk tehát, hogy m lépés után a részecske origótól mért távolságának a négyzetes középértéke, hogyha ezzel valaki nincs tisztában, hogy mit jelent, akkor nyugodtan gondoljon arra, hogy az origótól mért távolságnak az átlaga, durván szólva, az éppen a lépések számának a négyzetgyökével megy, arányos. Mi történne akkor, hogyha nem lennének ezek az oda-vissza irányváltások, véletlenszerű irányváltások? Hát akkor természetesen M lépés után az origótól mért távolság az pontosan M lenne, itt viszont annak a négyzetgyöke szerepel. Most, hogy ezt a számegyenesen való bolyongást már értjük, van esély arra, hogy a Brown mozgás időfüggésének a statisztikáját is leírjuk. Hát a Brown mozgó részecskét azt tekinthetjük úgy, mint az X tengelyen bolyongó részecskét, akkor, hogyha úgy tekintjük ezeket az irányváltozásokat, minthogyha átlagosan ugyanannyi idő után történnének meg. Tegyük fel, hogy két ilyen irányváltás között tau idő telik el, akkor M lépés megtételéhez M-szer tau időre van szükség. Ezzel a gondolattal be tudjuk csempészni az időt a lépések száma helyett. Egyébként, hogyha ugyanakkor a lépéseket feltételezünk, ugyanúgy, mint az egydimenzióban a számegyenesen bolygó részecskénél, ugyanolyan összefüggést kapunk az origótól való x irányú eltávolodás négyzetének várható értékére, mint azt az előbb kaptuk, csak itt most nem a lépések száma, hanem az azzal arányos t idő szerepel. Hát ez eddig még csak az x irányú elmozdulás, és megjelent itt egy arányossági tényező, ami ugye a számegyenesen bolyongó részecskénél
nem jelent meg, ez az arányossági tényező, ez valahogy az irányváltozások időbeli gyakoriságára jellemző. Jelölhetjük sok különböző betűvel, én most erre történelmi okokból a 2D jelölést használtam. Erről a D-ről még szó lesz itt a továbbiakban, ezt úgy hívjuk, hogy diffúziós állandó, de hogy mi köze van a diffúziós állandónak a Brown mozgáshoz, azt majd későbbiekben látni fogjuk. Hát persze, hogyha X irányban megvan, hogy hogyan fog ez a részecske haladni, pontosabban csak legnagyobb eséllyel hol fog majd tartózkodni, akkor az Y és Z irányban is ugyanígy fog viselkedni, hiszen nincsen a részecske számára kitüntetett irány. Az X és Y és Z irányú elmozdulások azok ugyanúgy viselkednek statisztikailag. Tehát, hogyha megnézem azt, hogy milyen távol van a részecske az origótól, ezt jelöljük R-rel, akkor ennek veszem a négyzetét, azt fölírhatom úgy, mint az X, Y és Z irányú koordináták négyzeteinek az összegét. Mivel a három irány egyformán viselkedik, ezért az Y négyzet várható értéke, meg a Z négyzet várható értéke is ugyanolyan lesz, mint az X négyzet várható értéke, ezért az origótól való eltávolodásnak a négyzetének várható értéke, az az X irányú elmozdulás négyzetének várható értékének a háromszorosa. A lényeg az, hogy az origótól mért távolság valamilyen értelemben vett átlaga, pontosan a négyzetes középértéke, az az idő négyzetgyökével arányos, ami merőben eltér azzal, ahogy egy egyenes vonal egyenletes mozgást végző részecske mozog. Tehát, hogy egy kicsit jobban megértsük ezt, írtam egy kis programot, és az összes, szinte az összes ebben az előadásban bemutatott grafikon az valódi számítógépes szimulációnak az eredménye. Ezért terveztem ezt az előadást eredetileg mérnöki informatikus hallgatóknak, de azt hiszem, hogy manapság az érdeklődők azok rengeteg helyen utánolvashatnak a programozásnak, és magukat kiképezhetik. Úgyhogy nem lesz nehéz reprodukálni ezt a szimulációt. Ami a jobb oldali ábrákon látható, az nem más, mint a Brown mozgást végző részecskének az origótól mért R távolsága az időfüggvényében. A legfelső grafikonon egyetlen részecskének az origótól mért távolságát ábrázoltam, mert ez növekszik az időfüggvényében, néha csökken, fluktuál, de úgy összességében látszik a tendencia, hogy növekszik, de egy nagyon recés, szabálytalan alakú függvény. Mi történik akkor, hogyha 10-szer elvégzem ezt a kísérletet, vagy ha úgy tetszik, 10 darab részecskét helyezek el az origóba, és hagyom őket, hogy szétmenjenek, és ezeket összeátlagolom, ezeket a függvényeket. Ha 10-szer összeátlagolom, akkor a függvény az kezd kisimulni. Aztán megteszem ugyanezt 100-szor, és végül 1000-szer. Hát persze a sort azt folytathatnám egészen addig, amíg a számítási kapacitásomat el nem érem, annak a maximumát el nem érem. De tekintsünk erre az utolsó ábrára, ami az előző eredményünket ellenőrizhetővé teszi, hiszen ez éppen az átlagolt távolság az origótól. Fölvettem itt 4 pontot ezen a görbén, és látszik, hogyha az időt 4-szerezem, 9-szerezem, 16-szorozom, akkor az origótól mért átlagos távolság 2-szereződik, 3-szorozódik, illetve 4-szereződik, tehát ezzel erről a grafikonról le is olvasható, hogy valóban ez az időtől való négyzetgyökös függés, ez a Brown mozgást végző részecskére igaz. Felmerül a kérdés, hogy még mindig nem értjük jobban, hogy vajon mi mozgatja ezt a részecskét. Ez már egy nehezebb kérdés, de lehetséges, hogy egyenleteket írjunk föl. Hogyha megnézzük, hogy egy apró részecske hogyan mozog vízben, akkor azt látjuk, hogy a sebességgel ellentétes irányban közegellenállási erő hat erre a részecskére. Attól függően, hogy milyen gyors ez a részecske és mekkora a mérete, attól függően a közegellenállási erőnek a sebesség függése különböző lehet. Ugye középiskolában biztos mindenki tanulta a közegellenállást, és megtanulta azt, hogy a közegellenállási erő az a sebesség négyzetével arányos. Ez így van a mindennapi környezetünkben található esetekben, például egy autó, amikor az autópályán megy, akkor a közegellenállási erő a sebességének a négyzetével arányos, viszont ebben a mérettartományban, a kolloid mérettartományban, ahol a pollen létezik, a közegellenállási erő
az a sebességgel egyenesen arányos, azzal természetesen ellentétes irányú, úgyhogy ha vektoriálisan írom föl, akkor egy negatív előjel megjelenik, illetve valamilyen arányossági tényező, mely arányossági tényező függ a folyadék tulajdonságaitól, a részecske méretétől. Milyen más erő hat erre a Brown mozgást végző részecskére? Hát bár a mikroszkóp alatt láthatatlanok, de a vízmolekulákról tudjuk, hogy azok véges hőmérsékleten, tehát szobahőmérsékleten szűnni nem akaró nyüzsgő mozgást végeznek, ezért ezek a vízmolekulák időről időre lögdösik ezt a Brown mozgást végző pollenszemcsét, és ebből származik egy gyorsan és véletlenszerűen változó, fluktuáló erő. Ez egy teljesen véletlenszerű, random erő, amit még megrajzolni is nagyon nehéz. Hát itt az X-komponenst úgy próbáltam meg fölrajzolni, hogy az erőnek a nagyságát bizonyos tau időintervallumokra átlagoltam. Valahogy így változik az az erő, néha negatív, néha pozitív X irányba mutat az X-komponens, a nagysága is változik, fluktuál. Newton második törvényét, tehát a következő képen tudjuk fölírni erre a részecskére, van a közegellenállási erő, van ez a random erő, ami hajtja a mozgást, és ez egyenlő tömegszer gyorsulással. Ennek az egyenletnek a megoldása a véletlenszerű erő miatt nagyon nehéz. Egyetemen bizonyos esetekben tanuljuk ennek az egyenletnek a megoldását, ez az úgynevezett Langevin egyenlet, azonban nekünk itt erre nincs lehetőségünk, és nem is szeretném ennek a részleteit itt tárgyalni, viszont arra választ kaphatunk, hogy a részecskének, a Brown mozgást végző részecskének az origótól való eltávolodásának üteme, az mitől függ? Ugye, hogyha visszaemlékszünk arra, hogy az origótól mért távolságnak a négyzetes középértéke, az a arányos volt az időnek a négyzetgyökével, és volt egy arányossági tényező, amit 2D-vel jelöltem, ez az arányossági tényező, ez mitől függ? Ez nem egy egyszerű kérdés, ahhoz, hogy erre válaszoljunk, ahhoz meg kell oldani az előző diagram alján található egyenletet. Ez olyannyira nem triviális feladat, hogy Albert Einstein kellett hozzá, hogy ezt először kiszámolják. Többek között, mert például Smoluchowski is kiszámolta Einsteintől függetlenül. Mi azonban hagyatkozunk a dimenzióanalízisre. A dimenzióanalízis az azt jelenti, hogy ha valamilyen egyszerű fizikai összefüggést szeretnénk feltárni, vagy különböző fizikai mennyiségek közötti arányosságot szeretnénk feltárni, akkor azt, ha szerencsénk van, akkor megtehetjük a mértékegységek vizsgálatával. Hát nézzük csak meg, hogy ez a D-diffúziós állandó, ami a Brown részecske origótól való eltávolodásnak az ütemét, várható ütemét írja le, ez milyen mennyiségektől függhet? Hát függhet egyrészt a pollen szemcse tömegétől, ugye? Ez természetes feltevés, hogy a tömegtől függ. Függhet továbbá attól, hogy milyen nehezen mozog ez a részecske ebben a közegben, a vízben, vagyis a közegellenállást jellemző gamma együtthatótól. Illetve ne feledjük el, hogy az az erő, az a hajtóerő, ami hajtja ezt a mozgást, az a vízmolekuláknak a nyüzsgéséből származik, ez a véletlenszerű erő, tehát azt várjuk, hogy függhet ez a D-diffúziós együttható a vízmolekulák átlagos mozgási energiájától. Én most ezeknek a fizikai mennyiségeknek a mértékegységét fölírtam. Ne zavarjon meg senkit az, hogy a vízmolekulák energiája az nem joule-ban van itt, a joule-t azt át lehet váltani kilogramm szor méter négyzetre. Hogyha megnézzük ezeket a mértékegységeket, akkor az derül ki, hogy ezekből csak egyféleképpen keverhető ki a diffúzió mértékegysége, tehát a tömegből, a gamma, a közegellenállási arányossági tényezőből és ebből az epsilon energiából, csak egyféleképpen méghozzá úgy, hogyha a tömeg nem jelenik meg a képletben, és a diffúziós együttható arányos lesz a vízmolekulák átlagos mozgási energiájával, ezt várjuk is, annál gyorsabb a Brown részecskének az origótól való eltávolodása, minél intenzívebben nyüzsögnek a vízmolekulák, és annál kisebb
a diffúziós együttható minél nagyobb ellenállásba ütközik a pollen szemcse, vagyis fordítottan arányos a közegellenállási arányossági tényezővel. Most Einstein számolásából pontosan ez jött ki, ugye tudjuk, hogy a vízmolekulák átlagos energiája az a hőmérséklettel arányos, és megjelenik még ez a Kb Boltzmann állandónak nevezett konstans, hogy energiát kapjunk. Ezt úgy hívjuk, hogy Einstein reláció. Megvizsgáltunk tehát egy darab Brown részecskét, most már egészen jól hozzászoktunk ahhoz, hogy statisztikusan leírjuk a viselkedését, már teljesen elfelejtettük a determinisztikus leírást, most nehezíthetjük a feladatot, nézzük meg akkor, hogyha mi van akkor, hogyha sok Brown részecske együttes, kollektív mozgását vizsgálom. Felteszem azt, hogy ezek a részecskék egymással nem ütköznek, nem hatnak kölcsön, beteszem őket egy vízszintes üvegcsőbe, hogy a nehézségi erőhatását arról megfeledkezhessünk, és nézem azt, hogy az idő függvényében hogyan terjednek szét ezek a részecskék. Itt az üvegcső fölött található kék oszlopok, azok egy hisztogramot rajzolnak ki. A hisztogram az azt mondja meg, hogy a cső egy adott keresztmetszetén mennyi részecskét találok. Ahol az oszlopok magasak, az azt jelzi, hogy a részecske sűrűség az nagy. Látszik ezekről a képekről, amiket szintén számítógépes szimuláció segítségével kaptam, hogy a kezdetben éles eloszlás, tehát az üvegcső közepére centrált eloszlás, az egyre kiszélesedik, és egyre inkább szétterjednek ezek a részecskék, nem meglepő módon. Hogyan lehet mégis leírni ennek a részecske sokaságnak a mozgását? Hát két alapvető mennyiséget kell itt bevezetni. Az egyik alapvető mennyiség az megmondja, hogy az üvegcső egy adott részén mennyi az ott található Brown mozgást végző részecskéknek a sűrűsége, amit koncentrációnak fogok nevezni. Koncentrációt úgy fogom definiálni, hogy veszek egy kis delta V térfogatot, megszámolom, hogy abban a delta V térfogatban hány delta N részecske található, és veszem a delta N-nek és a delta V-nek a hányadosát. Magyarul az egységnyi pici térfogatban lévő részecskék számát adja meg ez a phi koncentráció. Na, ha csak a koncentrációt használnám, akkor csak egy pillanatképet tudnék leírni, de én a kollektív mozgást szeretném leírni, ezért kell valami olyan, ami a mozgással kapcsolatos, ez nem lesz más, mint az áramsűrűség, ezeknek a részecskéknek az áramsűrűsége. Hát mit értek áramsűrűség alatt? Veszek egy áramlásra merőleges keresztmetszetet, egy A keresztmetszetet, el tudjuk képzelni, hogy itt elvágom az üvegcsövet, és megnézem, hogy ezen az A keresztmetszeten adott delta T idő alatt mennyi delta N számú részecske halad át. Ez az J áramsűrűség, ez azt adja meg, hogy időegységenként, felületegységenként hány részecske halad át egy adott keresztmetszeten. Tehát úgy számítom ki, hogy veszem az áthaladó részecskék számát, elosztom a keresztmetszettel és elosztom az idővel. Ez lesz tehát az a két alapvető mennyiség, amivel a diffúziót szeretném majd leírni. Mi a diffúziónak a hajtó ereje? Miért kezdenek el ezek a részecskék egyáltalán szétterjedni? Hát ehhez a következő diát tekintsük. Képzeljük el, hogy felosztjuk ezt az üvegcsövet gondolatban egyforma delta x hosszúságú rekeszekre. És vizsgáljuk meg azt, hogy ezen rekeszekből adott idő alatt merre és hogyan fognak ezek a egyébként egymástól függetlenül Brown mozgást végző részecskék átlépni. Hát, hogy a delta x rekesz szélességet megválasztottam, akkor tekintsünk olyan delta t időt, amely delta t időt a Brown mozgás időfüggésének megfelelő egyenletből számolom ki. Tehát ez azt mondja meg, ez a delta t idő, amit a delta x-ből számolok ki, hogy ennyi idő alatt a részecskék elhagyják a rekeszt, tehát várhatólag éppen delta x távolságot tesznek meg ezen delta t idő alatt. Azaz, egy ilyen rekeszt tekintve, hogyha várok delta t időt, akkor a részecskék fele jobbra, a másik fele pedig balra fogja elhagyni az adott rekeszt.
Természetesen a szomszédos rekeszre is igaz ugyanez. A benne lévő részecskék fele jobbra, a másik fele pedig balra fog ugyanezen idő alatt távozni, de ami az egyik rekeszből távozik, az a másik rekeszbe beérkezik. Hát hogyan lehet azt megmondani, hogy mennyi részecske halad át egy adott keresztmetszetén ennek az üvegcsőnek? Hát, hogy az két szomszédos rekeszben ugyanannyi részecske lenne jelen, akkor ugyanannyi részecske haladná át ezen a keresztmetszeten balról jobbra, mint jobbról balra. Tehát az eredő részecske áram az nulla volna. Ha azonban az két szomszédos rekeszben különböző a részecskék száma, akkor balról jobbra, például hogyha bal oldalon lévő rekeszben több a részecskéknek a száma, akkor balról jobbra ezen deltati idő alatt több részecske fog átjutni a szomszédos rekeszbe, mint jobbról balra. Hogyha ezt kiszámítjuk két egyszerű lépésben, akkor fölírhatjuk az áramsűrűséget, ami az eredő áramsűrűséget, tehát azt az áramsűrűséget, amit ezen két szimbolikus nyílnak az eredőjét jelenti. Ez a részecske áramlás sűrűsége, ez mivel arányos, az jön ki, hogy ez a koncentrációnak a változásával, a térbeli változásával arányos, úgy mondjuk, hogy a koncentráció gradienssel arányos, és van itt egy negatív előjel, és a negatív előjel az azt jelzi, hogy a nagyobb koncentráció helyről a kisebb koncentrációjú hely felé történik meg ez a diffúzió. Miért olyan fontos a diffúzió, hogy ennyit beszélek róla? Azért, mert ez mindenhol velünk van, mindenhol körülvesz minket. Elég csak a testünkre, testünk biológiai folyamataira gondolni, például az oxigén felszívódására, a tüdőben, a véráramba, a sejten belüli és a sejtek közötti folyamatokban is nagyon fontos szerepet játszik, de a mindennapi környezetünkben is például biztos mindenki járt már úgy, hogy héliummal töltött léggömböt hazavitte, a léggömb még nem eresztett le, de már lement a padlóra, ugye a plafonról lejött. Ez is a diffúziónak a következménye, hogy a hélium az az apró pórusokon keresztül a magas koncentrációjú helyről a ballon belsejéből kijön a szobába, ahol alacsony a hélium koncentráció. De például a parfüm illata, hogyha nincsen áramlás a szobában, vagy a légszennyezések. Sőt, még a hővezetésben is nagy szerepe van, hogyha például gázok hővezetését tekintjük, egy magas T1 hőmérsékletű fal és egy hidegebb T2 hőmérsékletű fal között, akkor a meleg, magas energiájú részecskéknek a hideg fal felé való diffúziójával jön létre a hővezetés, és azok a, és egy idő után ugye a gázban kialakul egy hőmérséklet gradiens, és ez fogja majd biztosítani a hővezetést. Tehát a diffúzió az egy nagyon alapvető jelensége a természetnek, és egy kitűnő állatorvosi ló lesz nekünk arra, hogy a rendről, rendezetlenségről és a folyamatok irányáról beszéljünk. Hogyan lehet a rendezetlenséget egy ilyen rendszerben jellemezni? Mit értek ez alatt? Hogyan dönthetem el egy a folyamatról készült pillanatképről, hogy ez a folyamat elején, a közepén vagy a végén lett készítve? Vagy ha úgy tetszik, veszek két pillanatképet, és hogyan tudom eldönteni a két pillanatképről azt, hogy melyik készült korábban, melyik készült később? Hát a következő gondolattal próbálkozhatunk. Osszuk fel ezt az üvegcsövet megint csak egyforma rekeszekre, és nézzük azt meg, hogy egy adott időpillanatban, ez most egy pillanatfelvétel, és nézzük meg, hogy ezen pillanatfelvételen az egyes rekeszekben hány darab részecske található. Ezt egyszerűen meg tudjuk számolni, egyforma rekeszekre osztottuk föl. Jelöljük NI-vel az egyes rekeszek, az I-edik rekeszekbe eső részecskéknek a számát. Az első rekeszbe N-i darab részecske, a kettesbe N2 darab részecske, a hármasba N3 darab részecske, és így tovább az M-edikben NM darab részecske helyezkedik el. Megkérdezhetjük azt, hogy az ábrán látható kékkel jelölt részecske, itt az egyik részecske az kékre van színezve, ami az origóból indult, az összes részecske az origóból indult, az mekkora eséllyel került bele éppen az i-edik rekeszbe? Hát ugye az, hogy ő éppen az i-edik rekeszbe
került, ez csak a véletlen műve, bármelyik más részecske részecskével is helyet cserélhetett volna, ez a véletlenszerűségből adódott, tehát annak az esélye, hogy ez a kék részecske az ijedik rekeszbe esik, az nem más, mint ebben az ijedik rekeszben lévő részecskéknek a száma, osztva a részecskék teljes számával. Jelöljük ezt a valószínűséget PI-vel. Ez természetesen ez a részecske szám, ami az ijedik rekeszbe esik, ez arányos az itt mérhető, ebben a rekeszben mérhető koncentrációval, hiszen a koncentráció éppen az egységnyi térfogatban lévő részecskék számát jelenti. Ezek után, hogy ezeket a valószínűségeket kiszámoltuk, vagyis azt, hogy a részecske egy bizonyos ijedik rekeszbe mennyi eséllyel helyezkedik el, egy kiszemelt részecske, képezhetjük a következő összeget. Ugye logaritmusról esik szó középiskolában, veszem ennek a valószínűségnek a logaritmusát, megszorzom a valószínűséggel, és az összes rekeszre ezt fölösszegzem, és mivel a valószínűség egy egynél kisebb szám, ezért ez az összeg ez egy negatív szám lesz, ahhoz, hogy egy pozitív értéket kapjak, még mindezt megszorzom mínusz egyel. Az, hogy milyen logaritmus, ez egy nagyon jó kérdés. Ez teljesen mindegy, hogy milyen logaritmus, majd később szó lesz rajta. Attól függően, hogy milyen tudományterületen dolgozik az ember, attól függően különböző logaritmust használnak. Természetesen számítógép tudósok kettes alapú logaritmust szeretnek, a gimnazisták tízes alapút, és a fizikusok pedig természetes alapú logaritmust. Teljesen mindegy, hogy milyen logaritmus. Tekintsünk egy ilyen mennyiséget. És nézzük meg, hogy ez a mennyiség a diffúzió során hogyan függ az időtől. Hát leteszek 50 részecskét, és kiszámolom ezt az összeget minden időpillanatban, és ábrázolom ezt az időfüggvényében. Látszik, hogy ez a mennyiség ez az időfüggvényében növekszik, de fluktuál, néha csökken, de a tendencia az, hogy növekszik. A szimulációt megismétlem 100 részecskére, akkor a függvény az már simább lesz, aztán megismétlem 1000 részecskére. Akkor a függvény még jobban kisimul. Saját szimuláció? Igen. Ez Pythonban bárki megcsinálhatja, néhány soros szimuláció, és szerintem a statisztikus fizikával ezért lehet már középiskolában elkezdeni foglalkozni, mert számítógépes szimulációval szinte bármit meg lehet szemléltetni. Lehet, így van Excelben is természetesen, csak talán egy fokkal ez elegánsabb, hogyha programozik az ember. És természetesen a természetben nem 50, 100 vagy 1000 részecskéről beszélek egy diffúzió során, hanem festék, szemcsék milliárdjairól, vagy hogyha gázrészecskék diffúziáiról beszélek, akkor 10^23 nagyságrendű részecskéről. Ez a függvény teljesen kisimul az idő függvényében. Itt látszik ez a sima függvény, és különböző időpontokban oda tettem ilyen kis pillanatképeket, hogy ez a növekvő S mennyiség, ez egyre-egyre szétterjedő, diffundáló pillanatképeknek felel meg. Az látszik tehát, hogy sok részecske esetén ez a mennyiség ez megállíthatatlanul növekszik, sosem csökken a diffúzió során. Most mond... volt az időlépés? Ezek tehát relatív egységek, függőleges tengelyen és vízszintes tengelyen is relatív egységek, tehát hogy a részecskék számát növelem, akkor ez az S mennyiség is változni fog. Igen. Na most mondhatja valaki, hogy mire ez a bonyolult számolás, hogyha én tudom azt, hogy ezek a részecskék afelé mennek, hogy egyenletesen töltsék ki az üvegcsövet. Most mutatok erre egy másik példát. Mi van akkor, hogyha az üvegcsövet függőlegesen elforgatom, nehézségi erőtérbe teszem, és a szimulációban megmondom azt, hogy az üvegcsőnek az alsó vége az legyen zárt, és az ide érkező részecskék azok innen pattanjanak vissza. Tehát visszafordítom egyszerűen őket. Mi történik ilyenkor? Milyen eloszlást várunk? Hát természetesen azt várjuk, biztos mindenki látott már egy olyan poharat, amiben először szörpöt öntöttek, aztán óvatosan beleöntötték a vizet, és aztán amilyen eloszlás kialakul, az valami olyan, hogy alul sűrűbben helyezkednek el a részecskék, fölül pedig ritkábban.
Hát ezt is le lehet egyszerűen írni az egyenleteinkkel, egyszerűen a diffúziós áram, áramhoz, amit az előbb tárgyaltunk, hozzá kell venni az esésből származó áramot. Képzeljük el, hogy a diffúzióról, erről a Brown mozgásról teljesen megfeledkezünk, és csak egy gömb alakú részecskét elejtünk ebben a vízben. Ez a gömb alakú részecske egyenletesen fog lefelé esni, akkor a sebességgel, amely sebesség annak felel meg, hogy a nehézségi erő, ami a részecskére hat, az éppen ellensúlyozza a közegellenállási erőt. Tehát ez a lefelé történő esés, az esésből származó tag, az egy állandó sebességnek felel meg, és természetesen az áram sűrűség, ami az esésből származik, az annál nagyobb lesz, minél több részecske helyezkedik el az adott pontban, hiszen annál több fog egyszerre süllyedni. Tehát a koncentrációval arányos lesz. Na most mi van, hogyha összeadom a diffúziós áramot és ezt az esésből származó úgynevezett drift áramot, akkor egy olyan egyenletet kapok, amelyben szerepel a Phi koncentráció, ugye a részecskéknek a térbeli sűrűségét megadó Phi koncentráció, illetve annak a térbeli változási üteme, amit koncentráció gradiensnek lehet nevezni, ez esetben azonban a Z irányú koncentráció gradiens. Megjelenik itt még a D-diffúziós együttható, ez a gamma közegellenállási tényező, és meg a részecske tömege is, de szerencsére az Einstein reláció, amiről már beszéltünk a dimenzionalizis kapcsán, Einstein reláció segítségével lehet egyszerűsíteni, és a végső eredményben nem fog megjelenni a gamma közegellenállási együttható, hanem csak a részecskék tömege és a környezet T-hőmérséklete. Azt kaptuk tehát, hogy a koncentráció gradiens az arányos a koncentrációval, és ráadásul a gradiens az növekvő koncentrációval csökken, tehát egy negatív előjel is szerepel itt. De ezt az egyenletet meg lehet matematikailag oldani, ez éppen olyan egyenlet, mint amilyet egy radioaktív izotóbban lévő, még el nem bomlott atommagok elégítenek ki az időben. Hát időegység alatt annyi atommag bomlik el, amennyi éppen abban a pillanatban a rádióaktív mintában lévő, még el nem bomlott atomoknak a száma, atommagoknak a száma. Jól ismert, hogy ennek mi a megoldás, ez egy exponenciálisan csökkenő függvény, ahogy megyek fölfelé, úgy exponenciálisan csökken a koncentráció. Mit jelent ez? Ha megkeresem azt a magasságot, ahol a koncentráció a egy mondjuk az edény aljához képest feleződik, akkor mindig ugyanannyi távolságot kell fölfelé mennem ahhoz, hogy feleződjön a koncentráció. Ezt jelenti tehát ez az exponenciális függés. Nézzük azonban meg egy kicsit részletesebben ezt az összefüggést. M-szer G-szer Z. A Z ugye itt magasságot jelent. M-szer G-szer magasság. Ez nem más, mint a helyzeti energia, tehát itt az exponensben megjelenik a részecskének a helyzeti energiája, és a nevezőben pedig a kb-szer t termikus energia, ugye a környezet termikus mozgását jellemző energia. Ez egy jó motivációt ad arra, hogy a Boltzmann eloszlásról beszéljünk. A Boltzmann eloszlás lényegében ennek az általánosítása, ennek az exponenciális eloszlásnak az általánosítása. Hogyha tekintsünk egy tetszőleges rendszert, amiben a részecskék különböző energiával rendelkezhetnek. Az egyszerűség kedvéért legyenek ezek az energiák, ezek diszkrétek, tehát nem egy folytonos energiaszintek, hanem mint a kvantummechanikában diszkrét energiaszinteken helyezkedhetnek el a részecskék. Minél magasabb a részecskének az energiája, minél magasabb energiaszinten vagyunk, annál kevesebb részecske helyezkedik el adott T-hőmérsékleten abban az állapotban. A részecskék legjobban, a legalacsonyabban fekvő energiájú állapotban szeretnek lenni, és ahogy megyek fölfelé az energiával, annak az esélye, hogy egy részecskét találok azon az energiaszinten, exponenciálisan csökkenő függvénye az energiának. Ezt a valószínűséget, amely tehát megadja azt, hogy egy adott részecskének a megtalálási valószínűsége egy adott EI energiaszinten mekkora, ezt Boltzmann eloszlásnak, Boltzmann eloszlás valószínűségének nevezzük, és ez a valószínűség tehát ezzel az exponenciális faktorral arányos. Másképpen is megfogalmazhatjuk ezt, megkérdezhetjük azt, hogyha kiszemelek két energiaszintet, amelyiknek az energiabeli távolsága delta E,
akkor hogyan aránylik egymáshoz e két energiaszinten lévő részecskéknek a száma, és ez az arány, ez nem lesz más, mint az energia különbségnek a negatív exponenciális függvénye. Mi köze van ennek az állatorvosi lónak a fizikához, mi köze van ennek az entrópiához? Ugye a diffúziónál bevezettem ezt az S mennyiséget, nem említettem még az entrópiának a fogalmát, egyszerűen adtam neki egy nevet, hogy legyen ez S, ez az összeg, és ez kiválóan alkalmas volt arra, hogy jellemezzük a folyamatnak az irányát. Ugye a folyamat közben ez az S, ez folyamatosan növekedett. Ugye a nehézségi erőtérben elhelyezkedő eloszlás esetén nem a homogenitás felé ment a rendszer, hanem ha ott is precízen kiszámoljuk ezt a mennyiséget bizonyos peremfeltétellel, azzal a peremfeltétellel, hogy a részecskéknek az összes energiája az legyen állandó, akkor azt kapjuk, hogy ott is ez az S mennyiség egyre növekszik, ahogy az egyensúlyi állapot felé közeledünk, és végül elérjük ezt az exponenciális eloszlást. Vajon felmerül a kérdés, hogy lehet-e ezt a mennyiséget valahogy általánosítani, hogy ne csak a diffúzióra legyen érvényes, hanem a természetben, tágabb értelemben vett jelenségekre is. Igen, ez az entrópia fogalma, lehet definiálni ezt a mennyiséget. Kapásból, hogyha beírjuk a keresőbe az entrópia fogalmát, kapásból három definíciót is találunk, sőt ennél több definíciót is találhatunk. Időrendben először Rudolf Clausius definiálta az entrópiát, aztán Ludwig Boltzmann, akiről már tragikus sorsáról már esett szó, gyakorlatilag a statisztikus fizikának a megalapozója, és Willard Gibbs a harmadik ember, akinek a nevéhez entrópia fűződik, szokták is ezt a háromféle entrópiát Clausius, Boltzmann, illetve Gibbs entrópiának nevezni. Én most nem szeretném a történeti időrendet betartani, hanem pont fordított irányban szeretnék haladni. Kezdjük először a Gibbs entrópiáról, mert a Gibbs entrópia az a mennyiség, amely leginkább hasonlít arra az S mennyiségre, amit mi használtunk. Látszik, hogy itt is van egy összegzés, itt is vannak P valószínűségek, itt is van logaritmus, de ahogy említettem, a fizikusok a természetes alapú logaritmust szeretik használni. És hát itt van sajnálatosan egy arányossági tényező, amit hogyha az entrópiát a hőmérsékleti skála bevezetése előtt definiálták volna, akkor nem lenne rá szükség, ez a KB Boltzmann állandó. Gibbs azt mondja, hogy a termodinamikai rendszernek a környezettel való kölcsönhatása során különböző állapotai lehetségesek. Tehát a környezettel tud ez a rendszer hőt cserélni, energiát cserélni. Ezen állapotokhoz különböző megvalósulási valószínűségek tartoznak, tehát vannak olyan állapotok, amelyeknek a megvalósulási valószínűsége nagy, más állapotok kis esélyűek, de hogyha az összes ilyen lehetséges állapotra kiszámítjuk a valószínűségekből ezt az összeget, akkor így definiálhatjuk a rendszer entrópiáját, és ez az entrópia, csak úgy, mint a diffúziónál, az az S mennyiség, ez a Gibbs entrópia, a termodinamikai, statisztikus, fizikai folyamatokra folyamatosan nőni fog, de legalábbis nem csökkenhet. A Gibbs entrópiát lehet alkalmazni egy speciális esetre. A Gibbs entrópia az nem feltétlenül egyensúlyi állapotokra vonatkozik, hanem tetszőleges nem egyensúlyi állapotokra is. Egy idő után azonban a rendszer az eléri a termodinamikai egyensúlyt. Termodinamikai egyensúlyban a rendszernek egyetlen jól meghatározott makroállapota van, amely makroállapot alatt azt értem, hogy adott a sűrűsége, sűrűség eloszlása, adott az energiája, adott minden mérhető adat a rendszerről, ezt hívom tehát makroállapotnak. Ezt az adott sűrűség, energiaeloszlást, illetve megjegyzem, hogy fázistérbeli eloszlást, talán már volt szó korábbi atomcsillagászatokon fázistérről. Ezt azonban különféle molekuláris konfigurációk tudják létrehozni, ezeket mikroállapotoknak hívom. És hogyha van egy adott makroállapotom, egy adott egyensúlyi makroállapotom, akkor feltételezhetjük, hogy az összes molekuláris konfiguráció az azonos valószínűségű, egyik sem kitüntetett a másikhoz képest, egyik sem preferált a másikhoz képest, ezért ha összesen kis W számú különböző molekuláris
konfigurációm van, ezt mikroállapotnak hívom, akkor ezek egyenlő eséllyel, 1/W eséllyel valósulnak meg. Hogyha ezt az 1/W valószínűséget behelyettesítem a Gibbs entrópiába, akkor megkapom azt a híres összefüggést, amivel a Boltzmann energiát, Boltzmann entrópiát ki lehet számítani. A Boltzmann entrópia az nem más, mint ezeknek a mikroállapotoknak a száma, tehát egy adott makroállapothoz tartozó molekuláris konfigurációk lehetőségeinek a száma, ennek vesszük a logaritmusát, és ezt meg kell szorozni a Kb. Boltzmann állandóval. Ez Boltzmannnak a fő eredménye, olyannyira, hogy a sír felirata is ez. Nos, Clausiusról még nem véletlenül nem meséltem. Ugye a Clausius féle entrópia talán az, amiről, ha egyáltalán szó esik róla, a középiskolában a leggyakrabban erről esik szó. De még mielőtt erre rátérek, először beszélgessünk arról, hogy mi is az a munka, és mit is értek hő alatt. Tehát munkavégzés és hőközlés. Ha felelni kell a fizika órán, akkor általában erre az a helyes válasz, hogy mind a kettő az energiaváltoztatásnak egy módja, az energiaközlésnek egy módja, a munkavégzés az a rendezett módja az energiaközlésnek, a hő az pedig a rendezetlen módja az energiaközlésnek. Na most mit is értek ez alatt, hogyha mikroszkopikusan vizsgálom meg a kérdést? Mi is a munka? Mit jelent az, hogy az energiaközlés rendezett módja? Milyen formában rendezett? Hát az derül ki, hogy mikroszkopikus szinten a munkavégzés, hogyha elég lassan végzem, ezt úgy hívom, hogy adiabatikusan végzem a munkavégzést, tehát olyan lassan végzem, hogy mindig egyensúlyi állapotokon haladok át, akkor a munkavégzés eredménye az, hogy a rendszernek az energia szintjeit, azokat odébb tolja, attól függően, hogy pozitív vagy negatív a munka, megemeli vagy pedig lecsökkenti, azonban az energia szinten elhelyezkedő részecskék számát azt nem változtatja meg, nem rendeződnek át a részecskék, csak az összes részecske energia szintje, összes részecske energiája megnövekszik. Semmilyen átrendeződést itt nem okoz. Ezzel szemben mit értek hő alatt? Hogyha hőt közlök a rendszerrel, a hő az energiaszinteket változatlanul hagyja, a rendszernek az energiaszintjei ugyanazok lesznek, azonban alacsonyabb energiaszintekről részecskéket gerjesztek át, taszítok át magasabb energiaszintekre. Tehát egy részecske átrendeződés történik itt az energiaszinteken. És hogyha átrendeződik a részecske elrendeződés az energiaszinteken, akkor átrendeződik, megváltozik a mikroállapot, megváltozik a mikroállapot, és ha megváltozik a mikroállapot, akkor megváltozik a mikroállapotok száma, és így az entrópia is megváltozik. A hőközlés tehát megváltoztatja a belső eloszlását a részecskéknek, ezért megváltoztatja az entrópiát, míg a munkavégzés, az adiabatikus munkavégzés az nem teszi ezt. Az állítás tehát az, hogy ha van hőközlés, akkor változik a rendszer entrópiája, és kiszámítható az, hogy ha Q-hőt közlök egy T-hőmérsékletű rendszerrel, akkor ez az entrópiája ennek a rendszernek mennyivel változik meg. A levezetés az mindössze 4 soros, de itt most nem fárasztanám a hallgatóságot ezzel. Meg kell vizsgálni azt, hogy a Gibbs entrópiát, hogyha kicsit megváltoztatom, akkor ezek a valószínűségek hogyan változnak. És egy nagyon fontos dolgot fel kell tennem, ez pedig az, hogy a Boltzmann eloszlás teljesül a rendszere, tehát termikus egyensúlyban van a rendszer a T-hőmérséklet környezetével. A Q-hőt közlök tehát a T-hőmérsékletű rendszerrel, akkor az entrópia megváltozása Q/T. Ez a Clausius-féle entrópia. Most látjuk tehát, hogy kapcsolat van a háromféleképpen definiált, három merőben eltérő módon definiált entrópia között. Mire jó az entrópia? Ugye a diffúziós példában azt láttuk, hogy ez az S mennyiség, ez az időben növekszik, vagy legalábbis, hogyha már elértük az egyensúlyi állapotot, az egyenletes eloszlását a részecskéknek, akkor stagnál. Hát ugyanez igaz ezekre a háromféleképpen definiált entrópiákra is. Ezt mondja ki a termodinamika második főtétele. Ennek az az oka, hogy rengeteg részecskénk van egy termodinamikai rendszerben, és egy ilyen zárt termodinamikai rendszer entrópiája tehát nem csökkenhet. Kétféle forgatókönyv lehetséges tehát, ha van egy zárt rendszer, tehát a külvilágtól izolált rendszer, akkor annak az entrópiája vagy növekszik,
Ekkor a folyamat irreverzibilis, ami alatt azt értem, hogy ha visszafelé lejátszom a folyamatnak a videóját, visszafelé eljátszom azt, hogy a diffúzió lejátszódik, tehát a részecskék egyenletesen töltik ki a tartályt, és aztán elkezdenek a tartály közepe felé vándorolni, és ott összegyűlnek, akkor a videóról azonnal látom, hogy ez meg van fordítva. Azonnal felismerem. Ezt értem irreverzibilitás alatt. Vagy az is lehet, hogy a rendszer entrópiája egyáltalán nem növekszik, hanem stagnál. Az ilyen folyamatok reverzibilisek, vagy megfordíthatók. Ha visszafelé lejátszom ezeket a folyamatokat, akkor a videóról nem tudom megmondani, hogy előrefelé vagy visszafelé játszottam. Olyan viszont nem lehetséges, hogy az entrópiája az árt rendszernek csökkenjen. Hát nézzünk egy hétköznapi példát. Jég olvadás a melegebb környezetben. Ugye mi történik? A melegebb környezet hőt ad át a nulla fokos jégnek. Kiszámíthatjuk, hogy hogyan is néz ki az entrópia mérleg erre a folyamatra. Ugye önmagában a jég az nem zárt rendszer, csak a környezettel együtt zárt rendszer. Tehát meg kell vizsgálnom, hogy mennyivel változik meg a jégnek az entrópiája és a környezet entrópiája. Hogyha nézem a jég entrópiáját, a Clausius-féle entrópia összefüggésből kiszámíthatom, hogy a jég entrópiája növekszik, mert vele hőt közlünk. Az entrópia növekedés, Cooper a jég hőmérséklete. A környezet entrópiája viszont csökken, mert tőle hőt vonunk el, pontosabban a jég hőt von el tőle, az ő entrópia változása negatív, Cooper T környezet. Tehát mivel egy melegebb környezetben olvad el a jég, ezért a T környezet magasabb, mint a T jég, tehát ebben a különbségben az első törtben egy kisebb számmal osztom ugyanazt a Q mennyiséget, mint a második törtben, ezért ennek az, hogyha ezt összevonom, ez mindenképpen egy pozitív mennyiség lesz, vagyis a rendszer entrópiája növekszik, ez egy irreverzibilis folyamat, ez spontán módon végbe megy. Olyat még senki nem látott, hogy a jég a melegebb hőmérsékletű környezetnek ad át hőt, és ennek eredményeképpen a vizes jégkocka teljesen szárazzá megfagy. Hogyan lehetne ezt a folyamatot reverzibilissé tenni? Hát látszik, hogy úgy, hogy a környezet és a jéghőmérsékletét egyenlővé teszem, ugye nagyon-nagyon pici, infinitizimálisan kicsi hőmérsékletkülönbség kell ahhoz, hogy a hő átmenjen az egyik helyről a másikra, de a rendszer entrópiáját, tetszőlegesen kis entrópia változását, tetszőlegesen kis értékre tudom csökkenteni, tehát ilyen értelemben a nulla fokos hőmérsékletben nagyon-nagyon lassan olvadozó jégnek az olvadása az egy reverzibilis folyamat. Na most miből fakadhat az irreverzibilitás? Az irreverzibilitás makroszkopikus szinten abból származik, hogy a munkavégzést nem nagyon lassan, kvázi statikus állapotokon keresztül végzem, nem adiabatikusan végzem, hanem hirtelen, ennek következtében, a munkavégzés következtében nem csak az energiaszintek fognak eltolódni, hanem a részecskéknek az eloszlása is össze fog zilálódni, energiatérbeli eloszlása. Ez tehát egy irreverzibilis folyamat. Mikroszkopikus szinten így lehet tehát, hogy így lehet az energiaszintek nyelvén elmondani, hogy mit is jelent az irreverzibilitás. Ezen kívül, hogyha mondjuk a diffúziós, diffundáló részecskékre gondolok, akkor ezek a diffúziós, diffundáló részecskék, ezek folyamatosan kölcsönhatásban lépnek a környező víznek a részecskéivel, így a kölcsönhatás folyamán korrelációk alakulnak ki a környező víz és a részecskék között, és ez az egyre több és bonyolult kölcsönhatási esemény, ez egy nagyon bonyolult korrelációs hálózatot alakít ki. Valami olyasmi történik, mint amikor a hír terjed. A hír megjelenik egy-két helyen, néhány hírportálon, és utána már megállítható. Ugye vissza nem vonható. Kialakultak ezek a hálózatok, és abból már visszanyerni azt, hogy kevés ember tudjon a hírről, az már lehetetlen. Nézzünk példát az irreverzibilis és reverzibilis folyamatra. Látszólag két teljesen egyforma rendszer. Egy hőszigetelő edénybe zárok gázt, az bal oldali esetben egy dugattyúval, a jobb oldali esetben pedig egy reteszelt fallal.
Fontos, hogy hőszigetelő edény az azt jelenti, hogy nem enged át hőt, a környezettel nincs hőcsere, tehát ez izolálva van a környezettel, a Q hő az egyenlő nullával. Mi történik, hogyha ennek a gáznak a térfogatát reverzibilis módon, tehát nagyon lassú munkavégzéssel növelem meg valamekkora értékre? Hát, hogyha lassan végzem a munkát, akkor akár azt is el tudom képzelni, hogyha fölveszem ezt videóra, ezt a folyamatot, ha visszafelé lejátszom, akkor semmi érdekeset nem veszek észre, nagyon lassan benyomom a dugattyút, és hihető úgyis a folyamat. A közölt hő tehát nulla, a folyamat reverzibilis, az entrópia változás az szintén nulla, a folyamat kvázi statikus, és hogyha valaki tanult adiabatikus folyamatról, az azt is tudja, hogy eközben a gáz az lehűl. Ugye ezt tapasztaljuk például akkor is, amikor egy szódás szifonpatront kibontunk, hogy lehűl a gáz. Ez valami hasonló, analóg azzal a jelenséggel. Viszont nézzük meg a jobb oldali verzióját ugyanennek a tágításnak. Ez egy irreverzibilis módon. Képzeljük el azt, hogy ezt a falat eltávolítjuk hirtelen. Ekkor innen kiszabadulnak a részecskék, és egy idő után egyenletesen ki fogják tölteni ezt a teret. Hogyha ezt fölvennénk videóra a részecskéknek a mozgását, és ezt fordítva visszajátszanánk, akkor senki nem, akkor mindenki azonnal észrevenné, hogy ez a videó fordítva van lejátszva, mert hát a részecskék, amik egyenletesen töltik ki a teret, egyszer csak összegyűlnek az edény egy kis szegletébe. Ez tehát egy irreverzibilis folyamat, a végállapot nagyon hasonló, de mégis más lesz. Az entropia az növekszik, ez nem egy kvázi statikus folyamat, tehát nem egyensúlyi állapotokon megyünk keresztül, és az derül ki, hogy ezen folyamat során a hőmérséklet változása ennek a rendszernek az nulla. Megjegyzem még, hogy a reverzibilitás ténye, hogy egy folyamat reverzibilis vagy irreverzibilis, ez függ a megfigyelés időtartamától is. Hogyha egy ingának a lengéseit fölveszem videóra, és fölveszek egy jó nehéz súlyú ingának, a nehezékű ingának a lengéseit, fölveszek 5-6 lengést, és azt visszafelé játszom, hát ember legyen a talpán, aki azt észreveszi, hogy visszafelé van játszva, és változik az ingának a kitérése. Ha azonban a megfigyelési időtartam az hosszú, akkor az inga mozgásának a csillapodása az jelentős lesz, és a videón visszafelé azt fogom látni, hogy egy kis lengésű inga magától egyre nagyobb lengésekbe jön, tehát világos, hogy ez a folyamat hosszú megfigyelési idő esetén irreverzibilisnek tekinthető. Na most nagyjából ezt gondoltam elmondani a statisztikus fizikával, reverzibilitással, folyamatok irányával, rendel és rendezetlenséggel kapcsolatban. Rengeteg olyan dolog van, amiről én nem tudtam beszélni. Ilyen például a Carnot-kör folyamat, a hőerőgépek hatásfoka, a másodfajú örökmozgónak a nem létezése. Nem beszéltem gázok entrópiájáról, a fázisteret talán megemlítettem, de hogy azt hogyan lehet kezelni. Nem beszéltem a keveredés során fellépő Gibbs paradoxonról, amikor két gázt összereztek, ugyanolyan anyagi minőségű és állapotú gázt összereztek, ezek összekeverednek. Hogyan lehet ezt a paradoxont föloldani? Nem beszéltem arról, hogy annak ellenére, hogy az entrópia növekszik a világban, hogyan lehetséges mégis az, hogy a Földön nem a rendezetlenség felé vette az irányt az evolúció, hanem egyre rendezettebb létformák jöttek létre. Hogyan lehetséges egyáltalán élet a Földön? Szintén nem tudtam azt érinteni, hogy hogyan alakult az univerzum entrópiája a történelem során, az ősrobbanástól mondjuk az univerzumnak a történetének a végéig. Nem beszéltem a fekete lyukakról, a fekete lyukak entrópiájáról. Nem beszéltem arról, hogy a jelenségek komplexitásának és az entrópiának, illetve rendezetlenségének mi a kapcsolata. Ezek nagyon-nagyon érdekes kérdések, és az érdeklődők válaszokat találhatnak erre az interneten. Két héttel ezelőtt Takács Gábor tartott egy előadást az idő irányáról. Ő ezen kérdések több mint feléről részletesen beszélt, ajánlom, akit érdekel, keressen rá. Ezen kívül Feynman előadási fizikából című sorozatban nagyon közérthetően beszél az entrópiáról, rendről és rendezetlenségről. És akkor, hogy mi a tanulság
ebből. Szeretném idézni azt a 12-es fizika könyvet, amit én rengeteget forgattam középiskolában. Akkor még fizika 4-nek nevezték. Nem gondolom azt, hogy ez a fizika könyv mindenkinek való. Nem egy könnyű olvasmány, azonban nagyon jól meg van írva. És ott volt egy karinti idézet, amit most szeretnék itt felolvasni. Karintinek a Tanulság című rövid szösszenetéből egy részlet. A következőképpen hangzik. Egy percre távoztam, visszahátráltam a szobába, és emészteni kezdtem. Csak hamar készen volt az ebéd, az inasom hátrafelé behozta a piszkos tányérokat, és én visszaültem a székre, és a gyomromból a már elkészült jóféle túros tésztát villával és késsel szépen beleraktam a tányérba. Összeragasztottam a hússzeleteket, ami nagyon jó volt. Miután a levest is kikanalaztam a szájamból, felálltam, és megnéztem az órámat. 12:30 volt, 12-re a hivatalban kellett lennem. Gyorsan kihátráltam a szobából. A szájamba dugott cigaretta vég mindig nagyobb lett, végre rágyújtottam és beletettem a zsebembe. Így hangzik a tanulság, és mindenki vonja le a saját tanulságát ebből. Köszönöm szépen a figyelmet!